meg a jobboldali médiumok dolgát, és mutassuk meg a tapsunkkal és hangunkkal, hogy mennyien vagyunk ma itt a Magyar Szocialista Párt rendezvényén. Hadd halljuk! Köszönjük szépen, és tudják, hölgyeim és uraim, manapság nagyon sok elemző beszél arról, hogy hogyan is lehet az Orbán kormányt leváltani. Sokan mondják azt, hogy a régiekre nem szavaznának az emberek. Számukra is óérünk van. A mai napon ugyanis a nők tanúi lehetnek egy új politikai generáció színrelépésének, egy új vezető zászlóbontásának. Hölgyeim és uraim, a mai napon büszkén mutatjuk be önöknek az új MSZP-t, a 2014 utáni korszakváltás új csapatát. Ha a Fidesz valamire bejelenti, hogy megvédi, akkor annak annyi. Hadd adjak önöknek egy személyes jó tanácsot, hogyha esetleg az életük folyamán bármikor Selmeci Gabriellával találkoznának, és ő fölajánlaná, hogy megvédi önöket, azonnal kezdjenek az ellenkező irányba szaladni, ezt tanácsolom önöknek. Még akkor is, hogy a nápolyi van nála. Ez a társaság, hölgyeim és uraim, két dolgot véd csak meg. A közgép és a haverok gazdasági érdekeit és a saját politikai hatalmát. Önöknek pedig, választóknak, magyar állampolgároknak egyetlen dolguk van. Asszisztálni ehhez, szolgálni őket és otthon csöndbe maradni. Ez szerintük a nemzeti együttműködés rendszere. Bizony így van, így működik szerintük a nemzeti együttműködés és oligarchák rendszere. De hát alig több, mint egy év van a választásokig, és abban reménykedünk, és azt szeretnénk, hogyha egy év múlva ennek a kisebbségnek a hatalma, cinikus, aljas és züllött hatalma megszűnne Magyarországon. Ehhez, hölgyeim és uraim, változásra van szükség. Nem egyedül vagyok, aki ezt szeretné. Hölgyeim és uraim, ehhez változásra van szükség, és a változáshoz kell egy ember, kell egy vezető. Kell egy ember, aki hiteles, kell egy ember, aki felkészült. Kell egy ember legalább, akiről tudjuk, hogy miben hisz. Kell egy ember, aki akkor sem hagyott cserbe minket, mikor nagy volt a baj, és sokan cserbe hagytak. Kell egy ember, aki egy kormányváltás után, egy győzelem után is tudni fogja, hogy kinek köszönheti azt, és pontosan fogja tudni, hogy kormányon mi a dolga Magyarországon egy baloldali politikusnak. Tamás, nem tudom, te emlékszel-e még 2010-es kormányváltás boldog perceire? És arra emlékszel-e, hogy a kormányváltás után két héttel olyan közbiztonság lett Magyarországon, hogy dermesztő. Ajaj. Olyan szinten megoldották a közbiztonság összes problémáját két hét alatt, hogy az mára már nincs is. Mármint közbiztonság. Tudják önök, hogy 2002 és 2010 között egyetlen olyan év sem volt, amikor több bűncselekményt követtek volna el, mint a tavalyi évben? Önök itt rengetegen vannak Budapestről, vidékről és nagyon sokan kis településről. Pontosan tudják, hogy ma Magyarországon százezrek és milliók rettegnek otthon esténként, hogy betörnek-e hozzájuk, és elviszik-e még azt a maradék kis javaikat, amiket meg tudtak őrizni. Hölgyeim és uraim, az utóbbi három évben a bűnözésnél már csak a szegénység nőtt jobban. Ma már mindenki tudja, hogy több mint 4 millió honfitársunk létminimum alatt él. Nem, hogy 4 millió honfitársunk létminimum alatt él, hanem ebből másfél millió már a mély szegénység helyzetében van, és ami a legszomorúbb szám, az az, hogy 500 ezer gyermek Magyarországon naponta éhezik. Zoli, és hogyha a 2010-ről beszélünk, akkor volt egy konkrét ígérete Orbán Viktornak, illetve egy konkrét ígérete volt Orbán Viktornak, ha jól emlékszem, hogy 1 millió új munkahelyet fog teremteni. Lássuk be, hölgyeim és uraim, hogy ennek a fele megvan, hiszen 500 000 munkahely teremtődött. Csak azt felejtette hozzátenni Orbán Viktor, hogy az mind külföldön lesz. Rengeteg hölgy van itt ma a körünkben, úgyhogy engedjék meg, hogy férfitársaim nevében óriási szeretettel köszöntsem önöket, egy óriási tapsot a hölgyeknek.
tiszteljük, becsüljük őket. Nálunk már jobban talán csak a Fidesz tiszteli és becsüli őket. Nem azért, mert nem csak megtapsolja és megköszönni nekik, amit tesznek, hanem tanácsokkal is ellátja őket, hát hiszen rászorulnak. Azt tanácsolja nekik, hogy maradjanak otthon, süssenek, főzzenek, mosogassanak, szüljenek 4-5 gyereket, és akkor talán még meg se veri őket az uruk. Ez a Fidesz családmodellje. 3 gyerek helyett már 5, 4 kerék, 8 pofon. Én nem tudom, hogy hogyan értették ezt. Bizony, hölgyeim és uraim, és hát nem csak a nőket nem tiszteli a Fidesz, utóbbi időben azt hiszem nyilvánvalóvá vált, hogy gyermekeink jövőjét is kezdik fölélni. Tudják önök, hogy az elmúlt 3 évben a felsőoktatásra szánt állami támogatásoknak több mint 1/3-át elvették? Tudják önök, hogy ennek a folyományaként ma Magyarországon 50 000 fiatallal kevesebb jelentkezett a felsőoktatásba, azaz a fiatalok több mint 1/3-a már meg sem próbál nekifutni a felsőoktatási rendszernek? Ez az ő ifjúságpolitikájuk, ez az ő felsőoktatás politikájuk. És azt hinnék, hogy ez véletlenül van. Nem így van, ez teljesen tudatos. Ez a Fidesz társadalompolitikája. Az a Fidesz társadalompolitikai elképzelése, hogy már a születése pillanatában dőljön el mindenkiről, hogy neki hol van a helye a társadalomban. Esélye ne legyen a szegény gyereknek, a vidéki gyereknek, legyen az bármilyen tehetséges, kitörni ebből a rendszerből. Nem elég ma már a tévé előtt ülni és dünnyögni, hogy nem hiszem el, hogy ezt is megcsinálták. Nem hiszem el, hogy azt is megcsinálták. És minden nap tudjuk ezt mondani, hiszen minden nap átlépnek egy újabb határt. Ma már nagyon sok ember, nagyon-nagyon sok ember úgy érzi magát ebbe az országba, hogy valóban kiiratkoztunk Európából és a demokratikus kultúrát országokból. De, még egyszer mondom, ezt elég kevés otthon az asszonynak elmondani. Tenni kell érte, részt kell venni a változás szövetségében. Pontosan erről van szó, hölgyeim és uraim, a részvételről. A személyes részvételről Orbán rezsimjének a lebontásában. Azok, akik most itt ülnek, 12 000 baloldali érzelmű ember. Ma reggel úgy döntött, hogy részt vesz az Orbán rezsim lebontásában. Úgy döntött, hogy föl kell. Úgy döntött, hogy föl kell, eljön ide, hogy hitet tegyen amellett, hogy le kell bontani ezt a rendszert. A magyar gazdaság, és különösen a magyar pénzügyi mutatók az EU legtöbb államánál sokkal jobb állapotban vannak. Az államadósság mértéke is inkább csak európai középmezőny szám. Az európai gazdaságok körében a magyar gazdaság pozíciója jelenleg jó. Mondta a 2010-es kormányváltás után 2 hónappal az ATV-ben Orbán Viktor. Ezt mondta 2010-es kormányváltás után 2 hónappal. Na most 2 lehetőség van. Vagy akkor nem mondott igazat, vagy azóta folyamatosan. Mi azt gondoljuk, hogy azóta folyamatosan. De azért ezek nagyon súlyos mondatok. Ezek a mondatok azt jelentik, hogy szépen be lehet fejezni a 8 évezést. Szépen abba lehet hagyni, mert Orbán Viktor 2 hónappal a kormányváltás után elmondta, hogy a magyar gazdaságot jó állapotban vette át. Ezek a szavak azt jelentik, hogy nem a 8 év, nem a 12 év és nem a 20 év, hanem ez a 3 év tette tönkre Magyarországot. Ez a 3 éves álmokfutás tette tönkre az országot. Egy kulcsos adóstól, Matolcsistól, Közgépestől. Fejezzék be a 8 évezést, fejezzék be a hazudozást, menjenek el ebből a hatalomból, hagyják már békén ezt az országot, majd mi szocialisták újjáépítjük. Bizony, kedves barátaim, hiszen
Orbán Viktortól tudjuk, hogy egy siker történetet élünk, Matócsi Györgytől pedig, hogy tündérmesét. Kedves barátaim, az sikertörténet, hogy tavaly 1,7%-kal zuhant a gazdaság? Az nekik sikertörténet, hogy 3,5%-kal ér kevesebbet a reálkereset, mint egy évvel ezelőtt? Az nekik sikertörténet, hogy egy év alatt 12 helyet zuhantunk vissza a versenyképességi világranglistán? Tündérmese viszont van, kedves barátaim, a tündérmese az, hogy elvették a magánnyugdíj megtakarításainkat és eltapsolták. Több ezer milliárd forintos megszorítást hajtottak végre az elmúlt 3 évben, csak azért, hogy ez a bűnös államadósság lejjebb menjen. Tudják, hol tart ma az államadósság? Szinte szám szerint ugyanott, mint 2010-ben. Na ez a tündérmese, hölgyeim és uraim.